Önök a Cikádon magazint látják, köszöntöm nézőinket. Ismert korszerűsödött a II. Géza gimnázium épülete. A folyamatos fejlesztések újabb lépcsőjeként napelemek kerültek az épület tetejére, ami azt eredményezi, hogy a jövőben nem kell majd áramszámlát fizetni. Ezzel a fejlesztéssel befejeződött a városi intézmények energiahatékonyságát célzó beruházásainak sora. A területfejlesztési operatív program által finanszírozott fejlesztés eredményeként fejeződött be a II. Géza gimnázium energetikai korszerűsítése. A 16,9 millió forintos beruházás eredményeként 102 darab napelemet szereltek fel az épületre. Ezzel már nincs olyan az önkormányzat tulajdonában lévő épület, mely valamilyen energetikai fejlesztésen ne esett volna át ebben a ciklusban. A képviselőtestület ebben a ciklusban úgy gondolom egy sor olyan döntést hozott, hogy a város épületének energetikai korszerűsítését ösztönözzük. Ebben voltak pályázati lehetőségek, amivel éltünk. Egyrészt ugye a tanúszoda energetikai korszerűsítése már befejeződött, illetve most jelen pillanatban az utolsó fázisába ért a II. Géza gimnázium épületének energetikai korszerűsítése, melynek keretében napelemek kerültek felhelyezésre az épületre. Egy 28,3 kilovattos erőmű fogja innentől kezdve a villamos energiát termelni, és ennek köszönhetően az üzembehelyezés pillanatától a tankerület által fenntartott intézmény villamos energia költsége nullára fog éves szinten csökkenni. Emellett ugye a város több közintézményét is korszerűsítés alá vonta az elmúlt időszakban, hiszen az orvosi rendelőbe is napelemeket helyeztünk föl, a tornacsarnok épülete is ezzel van ellátva. Tehát törekedtünk minden olyan lehetőséget megragadni, akár pályázati forrásból, akár saját forrásból, hogy egyrészt környezetvédelmi szempontból csökkentsük a CO2 kibocsátást, másrészt természetesen csökkentsük az intézmények működési kiadásait. Annak ellenére, hogy a gimnázium fenntartója nem az önkormányzat, számos olyan korszerűsítés zajlott az épületen belül, melyhez a forrást a település biztosította. Hiszen, mondják Bátaszéken, attól, mert nem mi vagyunk a fenntartók, a mi gyerekeink járnak ide, és lehetőség szerint mindent meg kell adni annak érdekében, hogy kulturált és biztonságos körülmények fogadják őket az iskolában. Én azt gondolom, hogy ez évtizedes tradíció már, hogy a település és az intézmény között nagyon jó a kapcsolat. Valóban a város számára én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy középiskolája, hiszen ez megtartó erőt is jelent, és ez természetesen megmutatkozik az intézménynek a működtetés, illetve tehát az intézmény működésben is. Gondoljunk csak arra, hogy 2009-ben ugye egy nagy pályázat segítségével újult meg a gimnázium és a többi oktatási intézmény mellett, de mióta megtörtént a fenntartóváltás, a város azóta is kiveszi részét és odafigyel az intézményre. Nagyon sok olyan fejlesztés történt, például ez a szép térköves bejárat is ennek a része, amellyel évente a város odáll az iskola mellé, és hát most ennek természetesen ennek része a napelemes beruházás is. A gyerekek a szép környezethez úgy alkalmazkodnak, hogy igyekeznek, tehát sokkal jobban érzik nyilván magukat, és jobban odafigyelnek erre a környezetre. Természetesen, ha mi is bármi olyat tapasztalunk, ami mondjuk nekünk nem tetszik, akkor ezt azonnal szólunk, és ezzel is lehet én úgy gondolom nevelni, hogy a szépet hogyan lehet megtartani. A bátaszéki fejlesztések eredményeként nem csak a károsanyag kibocsátás javult a településen, hanem jelentősen csökkent a költségvetés kiadási oldala is, mondja Bozsolik Róbert polgármester. A tanúszodánál úgy tervezzük, hogy 12 millió forinttal fog csökkenni durván a gázenergia költség. Ugye a tornacsarnoknak volt olyan 2 millió a villamosenergia költsége. Hát éves szinten szerintem közel vagyunk a 20 millió forinthoz, ami energia költségcsökkentést eredményez, hogyha az összes intézményünknek a korszerűsítését figyelembe vesszük. Alapvetően a város közintézményeinek villamos energia korszerűsítése az ezzel befejeződik, tehát mindenhol már napelemek vannak felhelyezve. A fűtés korszerűsítés idén mondjuk a művelődési ház tekintetében meg fog tudni valósulni. Van tervben, hiszen a város két pályázatot benyújtott az új toppos energetikára. Ugye egyik az általános iskolai épületét érinteni, a másik pedig egy kicsit még növelni a Petőfi Sándor művelődési háznak az energetikai hatékonyságát. Ezeknek az elbírálása folyamatban van.
Plusz források érkeztek a Városi Tűzoltóság idei esztendőre előirányzott támogatásához, így biztosítva van az a pénzösszeg, mely a zökkenőmentes működéshez szükséges. A legnagyobb gondot továbbra is az utánpótlás nevelés okozza, de ezen a területen is sikeres lépéseket tettek a bátaszéki tűzoltók. A bátaszéki tűzoltókat 2007. január 1-je és 2019. május 31-e között 1328 alkalommal riasztották káresethez. Ez a szám önmagában is jelzi, milyen jelentőséggel bír a település és környéke lakosságának biztonsága szempontjából a lánglovagok jelenléte. A működés azonban pénzbe kerül, amiről tudjuk, mindig van helye, és minden érkező pluszforrás javítja a feladatellátás minőségét. Azt az örömteli hírt tudtuk itt a köztestület elé vinni, hogy két többletforrás is érkezik 2019-ben a köztestületi tűzoltóság működéséhez. Egyrészt Bátaszékváros önkormányzatán keresztül egy rendkívüli önkormányzati támogatás, mintegy 11,9 millió forinttal, és a katasztrófa védelmi igazgatóságon keresztül egy 2,6 millió forintos kiegészítő támogatás. Ezek az összegek kellenek annak érdekében, hogy az önkormányzati tűzoltóság működési kiadásait 2019-ben teljes egészében finanszírozni lehessen. Tehát ezek a források, illetve a megítélt alaptámogatással együtt mintegy 47 millió forintból fog gazdálkodni a köztestületi tűzoltóság 2019-ben. Ez fedezi a dologi kiadásokat, illetve annak a hivatásos és önkéntes tűzoltói állománynak a bér, illetve tiszteletdíj költségét, ami ahhoz szükséges, hogy 0-24 órában legalább egy szerkocsin folyamatos vonulállományt lehessen biztosítani Bátaszéken, illetve a köztestület területén működő önkormányzatoknak. Az elmúlt esztendőben 144 riasztásra indultak el a tűzoltók a bátaszéki állomásról. A munka jelentős részében műszaki mentéseket kellett végrehajtani. Az idei évben pont ma reggel néztem meg a számokat, jelen pillanatban 57 káreseti felszámolásnál tartunk. Az arányt azt továbbra is tartjuk, ezt a 70-30-as átlagot. Én úgy gondolom, hogy ha az idei év az így folytatódik tovább, akkor a tavalyi 120-130 káreset az sajnos be fog következni, ami beavatkozással fog telni. Hál' Istennek, ami eddig problémát jelentett a tavalyi, sőt a tavaly előtti évben is, ugye a finanszírozási probléma az most megoldódott, egyrészt az önkormányzati támogatásokkal, másrészt pedig a belügyminisztérium kiegészítő támogatásával. Én azt gondolom, hogy pozitívan nézhetünk a jövőt illetően. Polgármester úrral beszélgettük már egy esetleges létszámbővítést a jövő évben, nyilván ez a jövő évi finanszírozás kérdése lesz. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban a tűzoltóságon, bár még mindig létszámhiánnyal küzdünk, a jelenlegi állománnyal képesek vagyunk azt a feladatot ellátni, hogy ezen a 210 négyzetkilométeren következő káreseményeket föl tudjuk számolni. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy a köztestületi tűzoltóság Bátaszéken működik, és így a vonulási idő minimálisra csökken, adott esetben, hogyha be kell avatkozni. Viszont folyamatosan azt is mondjuk, hogy az önkormányzat bizonyos feladatokban átvállalja az államtól a tűzvédelmi feladatokat. A mi teherbíró képességünknek is van egy határa, tehát úgy ítéljük meg, hogy az alapműködéshez szükséges költségeket továbbiakban is állami finanszírozásból kellene biztosítani, és az önkormányzatok a tűzoltóság fejlődését, fejlesztését szolgáló forrásokat szeretné biztosítani. 2019-ben úgy tűnik, hogy ez már realizálódni tud, és reméljük, hogy 2020-ban egy kiforrott, átgondolt és stabilabb támogatási rendszerre tudjuk majd a köztestületi tűzoltóság működését biztosítani. Az önkormányzat, ha kell, akkor néha még erőn felül is fogja biztosítani a köztestületi tűzoltóság működéséhez szükséges forrásokat, de ezt nem hangtalanul fogjuk megtenni, hiszen továbbiakban is az az álláspont, hogy ez a feladat állami feladat, melynek bonyolításában az önkormányzat részt kíván vállalni, de a saját terbíró képességén belül. A legnagyobb problémának a jelek szerint az látszik, ki ül majd fel az autókra, ha a mai, már nem éppen fiatal generáció végleg szögre akasztja a sisakokat. Volt nekünk egy kiválóan működő diáktűzoltó csapatunk, akik nyilván betöltötték azt a kort, hogy vagy föl tudtak volna velünk már ülni egy 40 órás tűzoltó alaptanfolyam elvégzése után vanulni, tehát ők elmennek egyetemre, főiskolára a legtöbbjük. Most kezdtük el a diáktűzoltó tagozatot újra szervezni, és az idei évben már olyan szinten foglalkozunk velük, hogy készítjük fel őket a tűzoltói munkára. Ez jelen pillanatban 10 fiatalt jelent, úgyhogy én bízom abban, hogy sikerül őket meg
megfogni és megragadni, hogy az önkormányzati tűzoltóságon tudjuk majd őket alkalmazni. Rövid reklám következik, és folytatjuk a Cikádor magazint. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő-fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Ismét van lehetőség jelentkezni diákmunkára. Azoknak a tanulóknak, akik a nyár egy részében munkát vállalnának, a polgármesteri hivatalhoz kell benyújtaniuk a jelentkezésüket. Ha elérkezik a nyár, a diákság a pihenés mellett szívesen vállal némi térítés fejében munkát, mert hát mindig jól jön, ha van némi zseppénz a táborozásra, fesztiválozásra, vagy épp az iskola kezdés költségeire. A diákmunka lehetőségének meghirdetése után tavaly is szép számmal jelentkeztek a polgármesteri hivatalban. A tavalyi évben is eléggé nagy volt az érdeklődés. Július hónapban 12 fő vett részt a nyári diákmunkába, augusztusban 13 fő. Az idei évben még nagyobb az eddigi érdeklődés, már júliusra 18 fő jelentkezett, és augusztusra is még már vannak jelentkezők, de még nyitva áll a lehetőség. 15 fővel számoltunk augusztus hónapban, tehát abban a hónapban is mindenképp részt veszünk a programban. Egyébként ezek a diákok 16 és 25 év közötti hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok jelentkezhetnek, és a Marketing Kft., a Bátkom Kft., a könyvtár és a hivatal fog feladatokat adni nekik. Itt végzik majd napi szinten 4 órában a munkát. Az idei évtől annyi változás van a nyári diákmunka programban, hogy már nem csak önkormányzatok vehetik ezt igénybe, hanem gazdasági társaságok is jelentkezhetnek akár. Hát programok szervezésében vesznek részt. Egyébként a könyvtárban ilyen kézműves foglalkozások is zajlanak, ott segítkeznek. A Katolikus Egyház táborosztatásában is szintén ilyen különböző programok szervezésénél működnek közre. A Bátkomon keresztül takarítási feladatokat végeznek, és itt nálunk a hivatalban pedig adminisztratív feladatokat látnak el. A munkáért a minimálbér 50%-át, azaz 74.500 forintot fizetnek a munkáltatók. A jelentkezőknek minden esetben igazolniuk kell hallgatói jogviszonyukat. Nagyon fontos egy néptánc együttes életében, hogy időről időre visszajelzéseket kapjanak munkájuk minőségéről. Nem is beszélve arról, egy sikeres zsűriztetés újabb kapukat nyit meg az országos ismertség felé. A felvidékiek számára ez is tét volt az országos minősítőn. Megbízatásom, én akit teljesítem, ha a világot, a Daninak feleségül kérem. Adják hát ki a mennyasszony, tisztességgel kérjük. A két szerető szívet egyébben segítsük. Megkapjuk. A Felvidék Néptánc Együttes minősítő műsora készül. Ez minden táncegyüttes életében az egyik legnagyobb kihívás, hiszen jelentősen befolyásolja a csoport megítélését szakmai berkeken belül. Ez egy országos minősítő, amire készülünk, és ugye aki itt
fellép, szerepel, és valami fajta minősítést kap, azt nem csak itthon, nem csak a megyében, hanem azt az egész országban tudni fogja mindenki, aki ebbe a berkekbe egy kicsit is járatos. Tehát, hogyha mi ezen a minősítőn jól szerepelünk, akkor ez egy országosan elismert minősítés lesz. Egy érdekes koreográfiával készülünk. Magyar Bödi koreográfiával megyünk a minősítőre, és nem is kimondottan lakodalmassal, hanem csak ilyen villanások, visszaemlékezések lesznek, tehát ilyen rövid betétek lesznek, amik utalhatnak a lakodalomra, a konykötésre, a kikérésre, de alapjában a koreográfia az nem egy lakodalmas koreográfia. Az együttes nem bízott semmit a véletlenre. A számhoz vendég koreográfus segítségét is igénybe vették. Volt egy koreográfus, aki betanította az egész koreográfiát az együttesnek, és akkor mi pedig azt gyakoroltattuk a táncosokkal. Azt gyakoroltuk ki, mert ő nem helyi, hanem felvidékről jött le, és akkor párszor itt volt, megcsinálta, és akkor miénk volt a feladat, hogy ezt összerakjuk. Az, aki onnan jön abból a közegből, az nem csak azt tanítja meg, mint bárki más, hogy jobb láb után a bal jön, stb. Az apró mozdulatokat, hanem bele tudja vinni azt az ízvilágot is, vagy azt a fűszert, amivel az egész tánc több lesz, és jobban át tudja adni ezt az egészet. Ez nektek segítség vagy nehézség? Ez segítség mindig. Hogyha egy olyan ember jön, aki abból a faluból, vagy annak az embernek a táncát jobban ismerte, vagy a nagyapja volt esetleg, vagy hozzátartozó, és annak a táncát tanítja le, az egészen más, mindig sokkal nagyobb élmény. Haragszik rám a legjobb barátném, ha haragszik, van is sok a rája, engem ölel csókol a babája, ha haragszik, van is sok a Dobsa Tamás az, akivel együtt dolgozunk immáron sokadik éve, és ez már a harmadik olyan koreográfiája, amivel minősítőre megyünk, és igazából abszolút rábízzuk. Tehát elmondjuk nagyjából, hogy mik a terveink, hogy gyerekekkel, utánpótlással együtt, hogy melyik táncanyaghoz szeretnénk koreográfiát. Most ugye itt az is speciális volt, hogy ahhoz, hogy valaki a kiváló minősítést megkapja, 30 perces műsorral kell fellépjen. Nekünk ugye nem volt meg a 30 perc, ezért ugye azon is kellett okoskodni, hogy töltsük ki ezt a műsoridőt, úgy, hogy az tényleg autentikus, és ne legyen unalmas a nézők a közönség számára. Tehát a Tomival összedugtuk a fejünket, és abszolút az ő kreativitására bíztuk magunkat, és úgy gondolom, hogy most is jót alkotott. Abszolút húzóerő. Én szerintem az utánpótláson az, hogyha azt látják, hogy van egy olyan együttes, hogyha felnőnek majd a gyerekek, akkor ahova be tudnak kerülni, az együttes az milyen szinten van, és ezt látják előre, akkor az számít sokat. Most már másfél éve járunk ide feleségemmel, és hát amikor először megkerestek, akkor végig gondoltuk, meg elmondták, hogy mi itt a helyzet, és egy jó kihívásnak tűnt egy ilyen gyerekcsoporthoz eljönni, pláne egy ilyen hagyományőrző együtteshez. És azóta is szeretünk ide járni, mert megszerettük a csoportot, úgyhogy abszolút szeretünk ide jönni. Hát
rengeteg munka van ebbe. Az utánpótlás csoport részéről, a felnőtt csoport részéről, és ugye nem utolsó sorban sok áldozat ez a szülők részéről is. Tehát az, hogy egy ilyen műsor összeálljon, az rengeteg lemondást, rengeteg energiát, rengeteg munkát követel. Meghatározó dolog ez minden néptánc csoport életében. Ugye több szövetség létezik az országban. Mi a Muharai Elemérnék Művészeti Szövetség tagjai vagyunk, és ezt a Muharai Szövetség írja ki, ezt az országos minősítést. De aki itt jól szerepel, azt ugye, hát egyrészt a szövetség által megismerhetik a szakemberek, a laikusok is. Ugye lehetőség nyílik a bemutatókra, megmutatkozni több helyen, mert azért a kiváló csoportoknak teremtenek alkalmat arra, hogy a nívós produkciókat nívósabb helyeken, ez csúnya így mondani, de hogy olyan helyeken, hogy Hagyományok háza, Szentendrei Skanzen, tehát tényleg egy olyan helyen megmutatkozhatnak, ahol egyébként nem biztos, hogy a hétköznapokban eljutnának. Azóta az is kiderült, a zsűri jól megfelelt minősítésre jutalmazta a produkciót, amihez mi is gratulálunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!